Táska, óra, különböző tálak vagy éppen szappantartó. Színes, vidám hangulatúak és jól használhatók, de ami talán a legfontosabb, hogy mindegyik újrahasznosított műanyagból készült. Nézzél oda, figyelj, mit beszéltünk ezekről a fényesekről, hogy ezt külön gyűjtjük és oda. Gégény Noémi 20 éve alapította a Parafit sportegyesületet barátnőjével. Értelmi és halmozatlan sérült gyerekeknek kezdtek úszás oktatást tartani. Az elmúlt években azonban a kreatív foglalkozások kapják a főszerepet az azóta alapított Pressures Plastic Parafit műhelyében. Szép válogatva! És ilyenkor mire itt szín szerint válogatjátok, vagy? Szín szerint is, de nagyság szerint. A kupak válogatás után ledarálják azokat, majd az így kapott alapanyagból különböző tárgyakat készítenek különböző gépek segítségével. Szappantartók, amik hasonló technikával készülnek, mint ezek a kosarak, és akkor ezt Pani meg tudja mutatni, hogy na, Nyunyi, megmutatod, melyik géppel készül? Oda mész hozzá? Azzal. Aha. A géppel készül? Aha. Az úgynevezett extruder a megolvasztott műanyagból filamenthez hasonló szálakat készít, amit egy-egy tetszőlegesen választott sablon alakjára formáznak meg. De van itt olyan masina is, ami egy konyhában sem ismeretlen. Ebben az elfordított mezei sütőben itt nem incsiklandó húsok sülnek. Akkor ebbe megy bele két forma, és a kettő között pedig a granulátum van. És amikor meleg lesz, akkor hát ez ugye egy ilyen kerékemelő. És akkor azzal összepréseljük. A Pressures Plastic egy holland startup, amely 9 éve jött létre. Ennek lényege az ingyenes tudásmegosztás annak érdekében, hogy a feleslegessé vált műanyag hulladék újra hasznosulhasson. Az azonban elgondolkodtató, hogy melyik kupak a leggyakoribb. Ami nagyon szomorú még szerintem, hogy a legtöbb kupak az rózsaszín, ami azt jelenti, hogy az emberek legtöbbet mentes ásványvizet vesznek. Egy olyan országban, ahol mindenhol iható az ivóvíz, vagy a csapvíz. Tényleg szomorú. Az azonban dicséretes, hogy rengeteg kupak érkezik ide, de nem mindegy, hogy milyen állapotban. Mindenki megkönnyíti nekünk a dolgot, hogyha például legalább elmossák, illetve hogyha valaki már lépéssel tovább szeretne menni, és mondjuk direkt nekünk hozza ide a használt műanyagokat, akkor ez fajta szerint szétválogatva, ez nekünk egy nagy könnyebbséget jelent. Gyöngy Ákos másfél éve dolgozik az egyesülettel, ő, ahogy fogalmazott Noémi, amolyan jobb keze. Karbantartja a gépeket, végzi a logisztikát, de ami az egyik legfontosabb küldetése, hogy Kingával és Noémivel együtt műanyag újrahasznosító, szemléletformáló workshopokat tartanak. Kinga 3 éve, a műhely indulása óta vesz részt dizájnerként a munkában. Szeretnénk megmutatni, hogy mit lehet konkrétan csinálni a használt műanyagokkal. Ezeknek egészséget. Szerintem nagyon kevés az embereknek a tudása róla, hogy ez miért fontos, vagy miért kell rajta változtatni, vagy egyáltalán mi az a körforgásos gazdaság, az, hogy például az újrahasznosítás igazából csak a majdnem a legutolsó állomása ennek a folyamatnak. A legfontosabb az lenne, hogy ne vásároljunk meg mindent össze-vissza, ne halmozzunk fel hulladékot. Itt az egyesületnél a workshopok mellett ezért a közvetlen és a közvetett edukációra is nagy hangsúlyt fektetnek. A fiatalokon keresztül a szülőket is tanítják. Kirándulunk, akkor kulacsot viszünk, nem fogunk venni útközben semmi ilyen eldobhatós, akármi üdítős üveget, és feltölthető legyen, és hogy ezekre figyeljenek oda a szülők is. A kupakok mellett egyébként sokfajta műanyag, PET-palack, sőt különböző ételes zacskók, csoki papírok is felhasználhatók. Egyszerűen összevasalják őket, az alapanyagból pedig színes táskák készíthetők. A korábban látott gépek mellett egyébként fröccsöntővel vagy hőpréssel is elő lehet állítani különböző termékeket, de van itt 3D nyomtató és CNC eszterga is. Az egyesület küldetése tehát sokrétű, a környezetvédelem, a körforgásos gazdálkodás, az újrahasznosítás megismertetése mellett talán ami a legfontosabb, a fogyatékos emberek elfogadtatása a társadalomban és számukra megfelelő, élvezhető, kreatív lehetőségek biztosítása.
kövesd és olvasd a grindex.hu-t még több érdekes információért.